Figyeljtek, faszapó! Megfejelnek, mit rabúcsak, igyek! Én ez vagyok, én ez vagyok! Én meg... Szia, baszom a szádat! Te buzifejű! A videókat a valós eseményeken alapszik, nem minden cég szereti, ha kritizálod a termékeit, akár szar, akár nem, főleg ha fizetni is akarnak érte. Nemrégében volt egy hasonló eset, sajnos a videót nem tehetem közé, de készítettem egy ennyi videót. Ezt láthatjátok most. Jó, és akkor mit is kell mondanom nekem erről a szar? Beszélj a pozitívumokról. Jó, rövid videó lesz. Jó, én értelek téged, barátom, hogy el akarod adni a termékedet, de ez a laptop egy fos, szóval nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok. Csak mondd el a pozitívumokat és kész. De nincsen! Hát mondom öreket, egy szép jó napot kívánok, Radics Péter vagyok, ez pedig egy... Oké, akkor mehet neki a termék a céghez. Ne haragudjatok, zavarok vagy? Mi a helyzet veletek ott? Fontos telefonom van, jó? Úgyhogy légy szíves, maradj csak. Éppen adnám el a te szarodat! Na jó, van, velem te ne szállj, öcsém, mert akkorát akkor nem csak a nyakát törtem volna. Jó, akkor megfelelő felvétel, mehet? Jó napot kívánok, Radics Péter vagyok. Egy elvonó 2000-es laptopot szeretnék bemutatni önöknek őszinte örömmel. Erről a fos halmazról lenne egy szó. És inkább vegyetek egy Predator Helios 500-est. Azt mondtátok, mutassak be egy jó laptopot. Hát ez kurvára nem jó laptop, a Predator viszont az. Szóval az egy elvonó 2000-es laptop, két magas processzorra. Van benne 4 giga, szar videokártya, nézzük mit tud. Nagyon szépen le lehet hajtani a kijelzőt, hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor ez visszafele is működik, és ezzel minden pozitívumot elmondtam erről a lapról. Peti, nem ezért fizetünk. Hát akkor miért? Arról szól a szerződés, hogy elmondod a véleményed. Hát most mondom el! Mi van, tesó, nem hallasz? Hát most mondom el a laptopodról, hogy egy fos! Meg figyelj, ne haragudjam, tehát nincs az a pénz, amire hazudnék a nézőimnek erről a szarról. Jó, 500 000, oké. Király, akkor már... Jó napot kívánok, Radics Péter vagyok, ez pedig itt egy nagyszerű laptop, egy nagyszerű csapattól. És ez a szar 600 000 forintért kínálják ezt a kiváló laptopot, de garantálom, hogy, hogy megéri, hiszen ez egy csodálatos laptop. De ha lehet, inkább vegyetek egy Predator. Jó, bocs. Szedd össze magad, léci. Csak gondolj a pénzre, Peti, jó? Jó, oké, igazad van. A legjobb laptopjával állok szemben. Nézzük is meg működés közben. Teljes mértékben kiszolgált a laptop addig, ameddig teszteltem. A sebessége még most is sokszor ámulatba ejt. A két magas processzor példaértékű munkát végezett a kis szerkezetben. A legújabb játékokat természetesen ultra beállítások mellett toltam. Az 1080 pixeles kijelző pedig rendkívül fut. Gyerekek, ezt komolyan gondoltátok, vagy mi a hely? Bátran merem ajánlani a gépet mindenkinek. Pozitívumként tudom még felhozni, hogy a nyári időszakban kiválóan helytelenítjük magunkat, így könnyebben elviselhetjük a hőséget. Na! Ti mondtátok, hogy teszteljem a laptopot, hát törést tesz, na! Nem kell itt idegeskedni, törést. Baj, hiszen ez egy jó laptop. Már is megnézzük a törésteszt eredményét, láthatják, hogy semmi baj a laptopnak, hiszen ez egy... Peti! Igen? Mi baj a laptopnak? Miért? Mi van? Mintha betört volna a kijelzője. Hát azt mondtátok, ez egy jó laptop, erre ideadtok egy ilyen fost, aztán most meg csodálkoztam. Betörted a kijelzőjét. Jó, hát nem lett sokkal rosszabb, mint volt, érted? Most hogy értsem? Mindegy, van-e kijelzője vagy nincs, akkor is használhatatlan. No, és hogy valami pozitívum is legyen ebben a videóban, Predator Helios 5. Peti, azt hittem tisztáztuk, másnak a termékét nem hallod, mutatjuk a videóban. Én arról a szarról semmit nem mondok több. De ez a mi termékben mutatunk, Peti, ezért fizetünk. Tudod, mire jó az a laptop? Hogy melegítse a helyet a Predator. Nem haragszom rád egyébként, akár hiszed, akár nem. Majd megtanulsz szépen jó laptopot csinálni, aztán majd mondok pozitívat. Arról szól a szerződésünk, hogy a mi laptopunkat mutatod meg, Peti. Jó, majd kitörlöm vele a seggem. Ezt meg tiltaná a YouTube. Jó napot kívánok, a Predator Helios 500-ast szeretném önöknek bemutatni. Már is csinálunk neki helyet az asztalom. Kidobjuk a szemetet. Oké, leállunk. Mindjárt leállítalak én téged, kisfiam. Szerződés bontva, nem fizetünk. Na gyerekek, ez egy jó laptop. Állítsd már le a kamerát, szegénykik nem bírják elviselni a kritikát. Piros gombot, hol? Semmi gond, itt van annak a laptopnak az ellentet. Jó, nem baj, majd valahogy kivágjuk. Majd én kiváglak téged mindjárt. Szóval pro kontra, mivel jobb a Predator az elvonulnak? Mindenben, hogy őszinte legyek, tehát működik és az jelentés elé. A miénk is működik, jó? A porfogónak tök jó. De mi legalább baráti áron adunk gamer PC-t. Ja, van már a 4 giga, és nem működik. Ebben van 32 és működik. Na melyik a jobb? És nem sokkal drágább, mint a tiéd. Az észer megmutatta, hogy kell jó laptopot csinálni, szóval nem kell hazudnom a nézőimnek, amit egyes cégek bizony elvárnak, és megsértődnek, ha valaki beleköt az emberek átveréséhez készült termékükbe. A Predator egy olyan laptop, amit nem véletlen tartanak emberközöznek. 8 gigás videokártya, 32 giga RAM, 8 magas proci, ezen futnak a játékok ultrán, és munkához is teljesen megfelelő. Ja, és ezt kapd ki.
Egy fillért nem kaptam most azért, hogy istenítsam a Predátort. Júj, hát ez meg hogy lehet? Külön pozitív, hogy télen nem kell fűteni ezt a szobát, ahol használod a laptopot. Megoldja ő. Mi a tanulság? Ha van egy laptopgyártó céged is tudsz laptopot gyártani, gyártsátok csak tovább, aki pedig nem, az mondjuk menjen le kapálni a helyet. Jobban jár a világ. Köszönöm, hogy velem tartottatok, a metal legyen veled. Jó, hogy megbízted! Ha tetszett, akkor szállt, hogy ne szívom a senket!